Kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm a sok feliratkozót. Egyúttal bátorítani szeretnék mindenkit, akit érdekelnek ezek az előadások, hogy írja meg a kommentekbe, hogy milyen fajta előadásokat szeretnének hallani, miről szeretnének előadást hallani. Ez nagy segítség lenne a számomra. Köszönöm szépen. És most a legnagyobb romáról szeretnék egy rövid kis előadást tartani. A legnagyobb román Nicolae Ceausescu, érdekes módon. Az előadás végére kiderül, hogy miért őt tartják a legnagyobb románnak. A szülei egyszerű parasztemberek voltak, az édesapja, akit egy Andrucának hívtak, ő pásztorként dolgozott. Nagyon-nagyon szerette az alkoholt, és ebből az alkoholomból rendszeresen elverte a családot, a feleségét és a gyermeket. Andrucát, Nicolae Ceausescu apját sokan cigány származású embernek tartják. Ezt nem lehet bizonyítani. Tény azonban, hogy a név Ceausescu, ez egy török méltóságnévből, a Ceausescu méltóságnévből származik. Románosított formája. A kis Nicolae 12 évesen befejezte az elemi iskolákat, és ezután Bukarestbe költözött, ahol cipész inas lett, ki is tanulta a cipész mesterséget. 1932-ben belépett a román kommunista pártba. Már 15 évesen összetűzésbe került a rendőrséggel, de nem a mozgalmi élet miatt, hanem utcai garázdaság, verekedés miatt tartóztatták le ekkor először. Persze később ezek az összetűzések folytatódtak, de akkor már a kommunizmus eszméinek a terjesztése volt a fő vád ellene. 1936-ban bebörtönözték, viszonylag rövid időt töltött börtönben, kiszabadult, ugyanott folytatta a tevékenységét, ahol félbehagyta, majd 1940-ben is letartóztatták, és elítélték és bebörtönözték. 1943-ban Bukarestből átszállították a Zsilvásárhelyi börtönbe, ami egy óriási szerencse volt az ő életében, az ő számára, mert hogy itt Georgiou Dézsnek lett a cellatársa, és Georgiou Dézs nagyon megkedvelte őt, mondhatni, hogy a párt fogoltjává választotta a fiatalembert. Még a II. Világháború kitörése előtt Ceausescu a Román Kommunista Ifjúsági Szövetségnek az elnökévé választották. 1947-ben feleségül vette Elena Petrescut, feleségét, 3 közös gyermekük született. Miután Romániában a kommunisták hatalomra kerültek, 1947-ben Ceausescu először mezőgazdasági, majd 54-ig honvédelmi miniszter helyettesként tevékenykedett. Egyébként a mentora, Georgiou Dézs, egyengedte a politikai pályáját, beválasztatta a politikai bizottságba, a központi bizottság titkára lett, és tulajdonképpen az 50-es évek végére a párt hierarchiának a második emberévé vált. 1965-ben Georgiou Dézs halála után a kommunista párt titkára lett, majd főtitkára lett, és végül, amikor már úgy érezte, hogy kellő hatalommal rendelkezik, 1967-ben az úgynevezett államtanács az elnökévé választották. Ez az államtanács, ez olyasmi volt, mint nálunk az elnöki tanács, tehát gyakorlatilag államfő is lett párt, vezető és államfő egy személyben. Látszólagosan független és nacionalista politikájával nagyon nagy népszerűségre tett szert. A 60-as évekre, ugye 55-ben Románia is tagja lett a Varsói Szerződésnek, de a 60-as évek közepére gyakorlatilag megszüntette Románia részvételét a Varsói Szerződés tevékenységében. Igazából a legnagyobb
sikere, vagy lehet azt mondani, hogy a legnagyobb népszerűséget számára az az esemény hozta el, ugye az 1968-as csehszlovák beavatkozás, amiből a románok kimaradtak teljes mértékben. És ráadásul ellenezték is Csehszlovákia megszállását. Ezzel a gesztussal rendkívül sok nyugati ország, vagy mit is mondok, nyugati politikus szimpátiáját elnyerte. Tehát nyugaton egy baráti kommunistának tekintették őt. Volt ilyen jelző, hogy a jó kommunista, és ezt tipikusan ugye Ceausescu alkalmazták. Nem csak ezekből, vagy ilyen dolgokból tevődött össze ez a jó kommunista imázs. Románia Ceausescu uralomra kerülése után elhatározta, hogy az állam adósságát vissza fogja fizetni. És elkezdte visszatörleszteni. És ez határtalan örömet váltott ki ugye Nyugat-Európában. Az ugye nem nagyon számított Ceausescu számára, illetve a pártvezetés számára, hogy ezzel végképp nyomorba döntötte az egész országot. Minden elképzelhető dolgot tulajdonképpen elvettek az emberektől, a dolgozóktól, és amit elvettek, ugye azt mind a visszafizetésre fordították. Olyan szintű volt ez, hogy tulajdonképpen még az alapvető cikkekből is hiány volt. Az alapvető cikkeket is megvonták az emberektől. Ez volt az egyik, tehát a visszafizetés szorgalmazása, ez volt az egyik, ami népszerűvé tette a nyugati politikusok körében. A másik pedig az, hogy a szocialista országok közül egyedüliként, illetve hát a Jugoszlávia és Kína mellett ugye a harmadik országként, ők a szovjet tiltás ellenére is részt vettek az 1984-es Los Angeles-i olimpián. Ott és egyébként szépen is szerepeltek. Azóta már, a rendszerváltás után, kutatások nyomán kiderült, hogy Ceausescu egyáltalán nem önállóan hozta meg ezeket a hozta meg és hajtotta végre ezeket a nagyon bátornak tűnő tetteket. Mind a csehszlovákiai invázióval kapcsolatban, mind pedig a Los Angeles-i olimpián való résztvétellel kapcsolatban előzőleg egyeztetett a szovjetekkel. Tulajdonképpen egy grandiózus átverésről van szó. A szovjetek elhitették, hogy Ceausescu a nyugat számára egy megbízható valaki, aki ilyen módon beférkőzött a nyugatiak bizalmába, és a nyugatiak, illetve Jugoszlávia és Kína, akik a Szovjetunió ellenlábasai voltak, bizalmába, és bizony információkat szerzett, és ezeket az információkat természetesen megosztotta a szovjetekkel. Széleskörű személyi kultuszt épített ki. Csak kondukátornak neveztette magát, ez valami olyasmit jelent, mint a Duce, meg a Führer, tehát vezérnek neveztette magát, sőt, kitalált magának egy epiteton ornánc, egy állandó jelzőt, ő volt a Kárpátok géniusza. Feleségét ellenállt miniszterelnök helyettessé tette, és ugye a párt és állami vezetésbe, hát ma már pontosan nem tudjuk, de legalább 400 rokonát helyezte el, akik vagy tehetségesek voltak, vagy nem, de minden esetre rokoni kapcsolatban álltak, vagy Nikolája Ceausescuval, vagy a feleségével. Azonban az 1980-as évek második felére Ceausescu gyakorlatilag teljesen elveszítette a tömegbázisát, már külföldösen nagyon támogatták, belülről meg aztán végképp nem. Tulajdonképpen egyetlen szervezet, a titkosszolgálat, a Securitate rendkívül durva módszerekkel tudta fenntartani a titkosszolgálat, igen, tudta fenntartani egyáltalán a hatalmát. A 80-as
80-as évekre az egész rendszer nem nagyon működött. Drasztikus élelmiszer, üzemanyag, energia, gyógyszerhiány lépett föl Romániában. De tényleg drasztikus, tehát nem lehetett tankolni a benzinkutakon. A csapból nem folyt a víz, csak bizonyos órákban. Az emberek azt csinálták, hogyha volt fürdőszobájuk, akkor amikor volt víz, teleengedték a kádat vízzel, és akkor azt használták. Ugye fürdeni nem nagyon lehetett, mert ivásra kellett használni. És ha valaki megbetegedett, nem, sajnos akkor az nem nagyon talált gyógyszert a betegségére. Ki lehet mondani, hogy a 80-as évekre országos éhség jelent meg Romániában, gyakorlatilag, és ráadásul gyakorlatilag a gazdaság az összeomlás szélére került. És mindennek a fejé, mindezt megfejelve, amíg a 70-es években elindított egy úgynevezett homogenizálási programot. Ennek az volt a célja, hogy mindenki, aki Romániában él, az románná váljon. Tehát el akarta románosítani a nemzetiségeket. És nagyon-nagyon durva módszerekkel. 1988. április 29-én jelentette be Ceausescu az úgynevezett település szisztematizálási programot. Ugye ez a szép kifejezése annak, hogy bizonyos falvakat egész egyszerűen el fognak tüntetni. És ezek a falvak döntő, meg kisvárosok, ezek a falvak és kisvárosok döntő mértékben Erdélyben voltak, és valamilyen oknál fogva magyar, illetve magyar emberek és szász emberek lakták ezeket a településeket. Június 27-én Budapesten egy hatalmas tömegtüntetésre került sor a Hősök terén, ahol tiltakoztunk, én is ott voltam, tiltakoztunk a falurombolás ellen. Hát ennek az lett az eredménye, hogy másnap válaszként a románok egész egyszerűen mindenféle indoklás nélkül bezárták a kolozsvári főkonzulátust. Tehát már kezdett elmérgesedni a viszony a két ország között. Végül is augusztus 28-án Aradon sor került egy találkozóra, az akkori magyar főtitkár Grósz Károly, illetve Ceausescu találkozott Aradon, és több mint 8 órán keresztül gyapálták egymást, hogy így mondjam, 8 órán keresztül tartott a vita, ami semmiféle eredményre nem jutott, semmi nem változott. Ceausescu nagyszabású építkezésekbe is kezdett, elsősorban a fővárosban, Bukarestben. Az volt a célja ezzel, hogy a saját megalomán, hát nem is ízlése, hanem ízléstelensége megjelenjen, szerint formálja át a román főváros képét. Bukarest központjában bizony egész kerületeket dózároltak le, és a helyükre ezek a jellegzetes román szociál épületeket építettek, amik meg kell, hogy mondjuk baromi rondák. Bukarest valamennyi történelmi épületét elveszítette ez alatt az időszak alatt, és eltűnt az egykori óváros, és olyan szinten eltűnt, hogy már tervarajzok semmi sincs meg, gyakorlatilag nem lehet helyreállítani. Oké, hogy nem egy Firenzéről van szó, de több évszázados, főleg fa épületek, és egyszerűen ledúzárolhatott mindent. És nagyon hülye ötletei voltak. Hát például volt egy olyan ötlete, hogy Bukarest, ami már akkor is több mint milliós nagyváros volt, Bukarest lakóinak az élelmezésére, ellátására egy úgynevezett központi menzát fog létrehozni, ami egy hatalmas, több mint 20 emeletes épület, mindenhol éttermek vannak, és majd az egész város oda jár ebédelni. Hát hála Istennek az épület elkészült, képzeljük el, hogy egy 20 emeletes épület elkészült, de hála Istennek ugye az események, közbejött események miatt ez a baromság nem valósult meg. Közben a nagyon sok szenvedésnek meglett az eredménye, mert 1989 nyarára Románia az összes államadósságát visszafizette.
Kérdés, hogy ez mennyire volt jó dolog. Mi magyarok nem fizettünk, gyakorlatilag alig-alig fizettünk, sokkal jobban éltünk. A románok viszont egy sokkal jobb helyzetből indultak a rendszerváltás után. Én azt gondolom, nagy kérdés, hogy melyik volt a helyesebb. Ha a szenvedést nézzük, akkor semmiképpen sem a román út volt a helyes, mert több mint két évtizeden keresztül az a nép, amit összeszenvedett, egyszerűen borzasztó volt. Ceausescu tévedhetetlennek gondolta magát. Azt a jelzőt használta magára, hogy a Kárpátok géniusza. A felesége, Elena irányította az ország tudományos életét. Ugye, őt is, mármint Ceausescut is, meg a feleségét is számos nyugat-európai egyetemen, meg amerikai egyetemen díszdoktorrá választották, holott tudnunk kell, hogy egyikük sem végzett még semmilyen felsőfokú tanulmányt, és nem is értettek tudományokhoz. Jelenát például jeles kémikusnak nevezték, vagy titulálták, holott egyáltalán nem értett a kémiához. A Ceausescu korszakban rendkívül sok történelmi filmet készítettek Romániában. És ezekkel az volt látványos, és a pénzt nem sajnálták ezektől a filmektől, a baj csak az volt, hogy nagyon-nagyon messzire elrugaszkodtak a valóságtól, ezeknek a történelmi filmeknek a történelmi jelzőjét azt idézőjelbe kell tenni, ezek nem sok történelmi van bennük. Egy teljesen hamis és ebből kifolyólag teljesen hiteltelen alkotások. A főszereplők, bárki legyen is, akár mondjuk Vitéz Mihály, aki a 16. század végén, 17. század elején a törökök elleni harc egyik nagyon fontos szereplője volt itt Kelet-Európában. Akárkiről szólt a film, akárkinek a neve vitte el a filmet, mindig föl lehetett ismerni, hogy a rendezőnek az a szándéka, hogy értsük a főszereplőt Ceausescuról mintázták. Tehát mindig ő volt a filmeknek, a hősöknek a példaképe. Szépen lassan, ugye a 60-as évektől kezdve, valami mérhetetlen gyűlölet alakult ki Romániában Ceausescu ellen, pedig hát nagyon erős volt a személyi kultusz, szovjet mintára, Sztálin mintájára, de még ez a személyi kultusz sem tudta elpalástolni, elfedni az emberek gyűlöletét. És a megalománia, tehát ő óriási dolgokba gondolkozott. Romániát nagy hatalommá akarta tenni. Úgy gondolta, hogy ha megtiltja az abortuszt, akkor automatikusan egyre nő a román nép lélek száma, amire neki szüksége volt, pedig ezzel csak azt érte el, hogy olyan árvaházak lettek tele nem kívánt gyerekekkel, amikre gyakorlatilag nem költöttek pénzt. Tehát ezek a szerencsétlen gyerekek, ráadásul a gyerekek közé valahogy behurcolódott az éjsz, és járványszerűen. Tehát ezek a pici gyerekek még ráadásul nagyon súlyosan betegek is voltak. Gyógyszerellátás pedig nem volt. Ki lehet mondani, hogy Ceausescu gyakorlatilag egyáltalán nem törődött az egészségügyel, pénzt minden esetre egy vasat nem adott, egy banit nem adott rá. Ők voltak a fontosak, ugye? Hát ez egy diktatúra volt, és a diktátor személye volt a fontos. A Ceausescu és a felesége születésnapja is nemzeti ünneppé volt nyilvánítva Romániában. Újságokban, televízióban bemutatták, hogy micsoda pompázatos lakomákat tartanak. Egész tömegeket látnak vendégül ezeken a vacsonákon, akkor, amikor a nép többsége, a milliók már éheztek. És már a látvány is kimondhatatlanul ellentmondásos volt.
a mezőgazdasági termékeket is, mert azért a román mezőgazdaság azért állított elő termékeket, de ezeket a termékeket eladták külföldön, hogy pénzre az államadósságot tudják visszafizetni. Tehát hiába vannak jó adottságai Romániának, a nép nem tudta élvezni ezeket a jó adottságokat. Egyébként is összességében azt lehet mondani a román gazdaságpolitikáról, hogy dilettáns gazdaságpolitika volt. Csak a nagyüzemi módon gondolkodtak, és ráadásul teljesen elavult, korszerűtlen, nagyon gyakorta, pedig még alkalmatlan módszereket használtak. És természetesen ennek következménye gabona, illetve hát élelmiszerhiány volt az országban. Ceausescu-nak az volt a célja, hogy Románia iparilag önellátó legyen, ne függjön külföldi nyersanyagforrásoktól, ne függjön a külföldtől egyáltalán. Óriási összegeket költöttek a nehéziparra, de tényleg próbálták fejleszteni, ez volt az egyik fontos prioritás. Egyébként maga Ceausescu nem nagyon törődött az államügyekkel. Sokkal jobban szeretett a családja körében tartózkodni, és nagyon szeretett vadászni, Székelyföldre járt vadászni, akár medvére is, meg a Kárpátokban egyáltalán nyaralni, vagy a tengerparton. Józan ésszel, mai józan ésszel egészen felfoghatatlanul pazar jólétben élt. A családnak, a Ceausescu családnak kívül Snagov környékén saját földterületei voltak, ahol csak az ő számukra állították elő a mezőgazdasági terményeket. Egy részét ott állították elő, külföldről pedig a lehető legjobb és legtisztább minőségű, természetesen baromi drága áron repülőgépen hozták az olyan élelmiszereket, amit Romániában nem lehetett megtermelni, a lazacot, meg a rákot, meg az egyéb élelmiszereket, csillagászati áron természetesen. És természetesen mindenből a lehető legjobb fajtát. Ceausescu egyébként teljesen helytelenül táplálkozott, és rendkívül sokat ivott. És ez előbb-utóbb cukorbetegséghez vezetett nála, meg egyéb több szervi baj is gyötörte. Ő viszont azt hitte, hogy ezek nem a helytelen életmódtól vannak, hanem valamelyik külföldi titkosszolgálat, leginkább a KGB-re és a CIA-re gondolt, meg akarják őt mérgezni. Ezért aztán rendkívül ilyen paranoiás módon óvatos lett. Például, ha kezet fogott valakivel, utána azonnal alkohollal fertőtlenítették a kezét. Híres volt arról, hogy egy öltönyt csak egy nap vesz föl. Ez azt jelenti, hogy évente 365 öltönyt használt el. Az elhasznált, ez jó szó, mert amikor levette az öltönyt este, akkor az öltönyt el is kellett égetni, tehát elégette a titkosszolgálat. Ha valamikor a 60-as években hallotta, hogy a CIA egyszer így egy mérgezett öltönyön keresztül próbálta Fidel Castro-t kiiktatni, és attól kezdve rettentesen félt attól, hogy őt is ezzel a módszerrel akarják esetleg eltávolítani. És ezért volt ez az őrület. 1988 nyarán már annyira nem volt élelmiszer, hogy a közértekben, a különböző boltokban, ha egyáltalán érkezett valami élelmiszer, azért közelharcot vívtak az emberek. Igazán komoly rendbontásokra került sor, azért, mert az emberek éheztek, és már kezdtek belefásulni ebbe az egészbe. Ekkor Ceausescu-nak az volt a megoldása erre a helyzetre, hogy hozott egy olyan törvényt, amiben pontosan meghatározta, hogy melyik társadalmi réteg mennyit ehet. Azt hiszem, az abszurditásnak az egyik csúcsa. Őket is, mint minden diktátort, egy népfelkelés buktatta meg. 1989. december 15-én
este, meg 16-án történtek azok az események, amelyek kirobbantották a román forradalmat. Temesváron Tőkés László ellenálló református püspököt, akkor még csak református pap volt, le akarták tartóztatni, és a helyi lakosság, a temesváriak, akik nem csak románok voltak, hanem magyarok, erdélyi, vagy temesvári németek, egy élő láncot alkottak Tőkés László háza körül, és nem engedték, hogy letartóztassák Tőkés Lászlót. És ez volt az a megmozdulás, ez volt az a szikra, ami aztán elindította a végzetes eseményeket. Ugyanis a következő napokban egyre népesebb, egyre nagyobb tüntetések kezdődtek, nem, most már nem csak Temesváron, hanem más román városokban is, és hamarosan Bukarestben is. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a temesvári forradalmi szikra, ez belobbantotta az erre nagyon is fogékony román társadalmat. Ceausescu úgy akart felelni erre, hogy december 21-ére egy tömeggyűlést hívott össze Bukarestbe, a palotája elé, ahol több százezer ember gyűlt össze, és egy beszédet akart intézni a tömeghez, de nagyon váratlanul, hirtelen megváltozott a tömeg. A hangok eddig azt kiabálták, ugye, hogy éljen Ceausescu, meg éljen a párt, és akkor hirtelen más jelszavak, sokkal csúnyább kifejezések kezdtek röpködni, és a tömeg elkezdett elégedetlenül fütyülni. Ceausescu nagyon megijedt. A testőrei gyorsan bevitték a palotába, ahonnan elkezdett menekülni. A bukaresti tüntetés egyre nagyobb lett. Tehát az egész város felkelt tulajdonképpen, és bevetették ellenük a katonaságot. A katonaság azonban pillanatok alatt a felkelők oldalára állt, olyan nagyon gyorsan, hogy mai napig él a gyanú, hogy ez az egész dolog már mondhatni egy pucs volt Ceausescu ellen, a közeli munkatársai puccsa, csak kihasználták a nép elégedetlenségét, kihasználták ezt a forradalmi megmozdulást. Szóval a hadsereg átállt a nép oldalára, és onnantól kezdve időkérdése volt, mert Ceausescu csak a Securitate, meg néhány tényleg elvakult híve védte. Helikopteren próbált menekülni az elnöki palotából, de a helikoptert lekényszerítették egy közeli kisvárosba, ahol Tirgovistbe, ahol végül is elfogták a Ceausescu házaspárt, és az ottani laktanyába szállították. Ion Iliescu, aki akkor alakult Nemzeti Megmentési Front nevű szervezetnek a vezetője volt, róla azt kell tudni, hogy évtizedekig kiszolgálta Ceausescut, és ugyanolyan vagy hasonló rémtetteket hajtott végre, mint Ceausescu, de most ugye nem Ceausescu oldalán állt, hanem átállt a nép oldalára. December 24-én, mint a Nemzeti Megmentési Front vezetője, kiadott egy új utasítást, miszerint le kell folytatni a fogoly Ceausescu és felesége ellen a bírósági tárgyalást. Egy öttagú bírói tanácsot hoztak létre, aminek hivatalosan az volt a neve, hogy rögtönítélő bíróság. A vezetője a honvédelmi miniszter, egy Stankulescu nevű tábornok volt a vezetője, de hát őt még Ceausescu nevezte ki, tehát elég furcsa volt akkor a helyzet. A bíróság néhány, gyakorlatilag egy óra, másfél órányi tárgyalás után halálra ítélte a diktátor házaspárt, mégpedig golyó általi halálra, mint mondták, amit azonnal végrehajtanak. A tévéstáb, amely közvetítette a tárgyalást, egész egyszerűen nem volt fölkészülve arra, hogy most nekik ki kell menni az udvarra, és ott tudnak felvételt készíteni, illetve egy kamera volt náluk, de annak meg valamiféle áramellátási problémája volt.
de a katonák nem vártak, kivitték a Ceausescu házaspárt, és egész egyszerűen egy háromtagú kivégző osztag egész egyszerűen agyonlőtte őket gépkarabéllyal. Tehát a kivégzés gyanúsan gyorsan végrehajtották, és a gyanú meg is maradt, mondjuk körülbelül másfél év múlva ezt a kézikamerás felvételt, ami aztán végül is elkészült, ezt a kézikamerás felvételt bemutatták, de az lehetett valódi, nem valódi. Mindenesetre a gyanú élt, hogy esetleg életben maradt Ceausescu, illetve a felesége. Aztán a család kérésére 2010-ben kihandolták az eltemetett holtesteket, és DNS vizsgálatot hajtottak végre rajtuk, és bebizonyították, hogy a sírokban valóban a Ceausescu házaspár feküdt, tehát valóban kivégezték Ceausescut és a feleségét. Nagyon érdekes a Ceausescu megítélése ma. Felmérések szerint a román állampolgároknak az egyharmada úgy gondolja, hogy Ceausescu volt a román történelem legjobb politikusa. Nagyon, nagyon furcsa egy másik felmérés, meg azt mondja, hogy a legnagyobb román Ceausescu volt. Körülbelül a románok 83%-a azt mondja, amikor a felmérést készítették, hogy Ceausescu egyáltalán nem volt rossz vezető. Furcsán változnak a dolgok. Köszönöm a figyelmet!